Ebben a leckében az exponenciális függvények alkalmazásához kapcsolódó szöveges feladatokat nézzük át. Az első feladatban egy tápoldatban lévő baktérium tenyészetet kell vizsgálni. Kezdetben van 1 millió baktérium, és tudjuk, hogy a baktériumok száma 20 perc alatt duplázódik. Először meg kell határozni, hogy hány baktérium lesz a tápoldatban két óra múlva, utána meg kell határozni, hogy hány perc alatt éli el a baktériumok száma az 500 milliót, ha tudjuk, hogy FT egyenlő 1 milliószor 2 a T per 20-dik hatványán, egyenlő a baktériumok számával T perc múlva. Ezt az összefüggést magunk is felírhattuk volna abból, hogy kezdetben 1 millió baktérium van és 20 perc múlva duplázódik a számuk de szerencsére a feladat segít nekünk. Az első feladat részre koncentráljunk. Két óra telik el, és 20 percenként duplázódik a baktériumok száma. Ebből kiszámolhatjuk, hogy hány duplázódás történik. A két óra 120 percnek felel meg, így 120 per 20 egyenlő 6 darab duplázódás van, mivel a 120 perc alatt a 20 perc 6-szor telik el. Tudjuk, hogy kezdetben 1 millió baktérium volt, és az előbb kiszámoltuk, hogy 6 darab duplázódás van. Akár különösebb függvénytani ismertek nélkül is számolhatsz. Az 1 milliót be kell szorozni 6 szor a 2-vel, mivel minden duplázódásnál a baktériumok száma 2-vel szorzódik. Sokkal szebb persze, ha azt írjuk, hogy az 1 milliót 2 a 6 onnal szorozzuk, mivel a duplázódáshoz 2-es szorzó tartozik, és ez 6-szor fordul elő. A végeredmény 64 millió. Nézzük a feladat nehezebbik felét. Van 500 millió baktérium t perc múlva, és meg kell határozni, hogy ez hány percet jelent. Felírhatjuk kiindulásnak a függvényt. Az 1 millió szor 2 a t per 20. hatványon egyenlő 500 millióval. A megfelelő tétbe behelyettesítve a feladat szövegében adott függvény értéke pont az 500 millió. Ehhez számoljuk ki az időt. Rendezzük picit a képletet. Azt szeretném, ha a bal oldalon csak a kettő hatványa állna, a jobb oldalon pedig egy szám. Osszunk le egy millióval. Kettő a t per 20-on egyenlő 500-zal. A kettő kitevőjében van az ismeretlen. Az exponenciális függvényeknél ilyenkor azt kell csinálni, hogy mindkét oldal logaritmusát vesszük. Ebben az esetben a kitevőben lévő számot tudjuk vizsgálni mivel a kettő hatványában van a t, ezért a kettes alapú logaritmusát vesszük mindkét oldalnak. A kettes alapú logaritmus 2 a t per 20 on egyenlő t per 20-szal, mivel a logaritmus és a hatványozás egymás utáni elvégzése kiejti egymást. A jobb oldalon az 502-es alapú logaritmusa áll. A számológépekben általában nincs kettes alapú logaritmus kiszámítására alkalmas gomb, ezért a jobb oldalt át kéne alakítani. Létezik egy olyan logaritmus azonosság, amit most tudunk alkalmazni. Ez a logaritmus azonosság azt mondja ki, hogy az A alapú logaritmus B helyett írhatjuk azt, hogy a B tízes alapú logaritmusát osztjuk az A tízes alapú logaritmusával. Ez általánosabban is igaz az a alapú logaritmus b helyett írhatjuk bármilyen alapú logaritmus esetén a b és az a logaritmusának hányadosát. A c bármilyen valós szám lehet, akkor is igaz ez az összefüggés. Célszerű a tízes alapú logaritmust használni, mivel a számológép azt tudja kezelni. Visszatérve a feladatmegoldáshoz, alkalmazzuk az azonosságot. A jobb oldalon az 510-es alapú logaritmusát kell a 210-es alapú logaritmusával osztani, mivel az eredeti kifejezés az 502-es alapú logaritmusa volt. Innen már egyszerű a rendezés, szorozzunk át 20-szal és helyettesítsünk be. T egyenlő 20-szor logaritmus 500 per logaritmus 2-vel, ez 179 percet jelent. Tehát az 1 millió baktériumból 179 perc alatt lesz 500 millió baktérium. A második példában egy kávé kihűlését kell vizsgálni. Megvan adva, hogy a kávé hőmérsékletet Celsius fokban egyenlő a 100 x 10 a mínusz 500 szor kis t edikennel ahol a kis t az eltelt időt jelenti percben, nagy t pedig a hőmérséklet jelölése volt és Celsius fokban mértük. Megvan adva egy táblázat pár egymáshoz tartozó idő és hőmérséklet értékkel, pár esetben viszont csak az egyik adat van megadva. A hiányzó adatokat ki kell tölteni a táblázatot. A táblázatból egyszerűbb azokat az elemeket meghatározni, ahol a hőmérséklet hiányzik, mivel a hőmérséklet függvénye megvan adva az idő segítségével, csak be kell helyettesíteni. 0 perc esetén nullát helyettesítünk be az összefüggésbe, és beírjuk a számológépbe a képletet. Az eredmény 100 C fok. 5 perc esetén 5 kell helyettesíteni, ekkor 56,2 C fok az eredmény. 15 perc esetén 15 kell behelyettesíteni, és 17,8 C fok a hőmérséklet. Ha adott a függvény, akkor ilyen egyszerűen tudsz számolni. Persze a számológépeden nézd meg, hogy hogy tudod beütni a szükséges függvényt. A bonyolultabb kérdés a hőmérsékletből visszaszámolni az időt. Minden esetre írjuk fel, hogy a hőmérséklet 10 Celsius fok a kérdéses esetben, és persze ezt a 100 x 10 a mínusz 500 x függvényből is megkapjuk. Tehát ezt az egyenletet kell kis tére rendezni. Első lépésben átosztottam százval, hogy a bal oldalon csak a 10 hatvány álljon, a jobb oldalon pedig egy szám. Így lesz 10 a mínusz 5 századszor egyenlő egy tizeddel. A kitevőben van az ismeretlen, szóval a két oldal logaritmusát kell venni. Most 10 hatvány szerepel, ezért tízes alapú logaritmusát kell venni a két oldalnak logaritmus 10 a mínusz 5 század egyenlő logaritmus 1 egy tizeddel. Ebből mínusz 5 szor t egyenlő 1 el Ha nem tudod, hogy az 1 tized logaritmus a mínusz 1, akkor hagyd azt a képletben, és majd segít a számológép. A képletet átosztva mínusz 5 századdal megkapjuk, hogy t egyenlő 20-szal, tehát 20 perc átáltével lesz 10 Celsius fokos a kávé. A harmadik feladatban egy csésze át kell vizsgálni. Az előzőhöz hasonló alakban számolható az aktuális hőmérséklete. A nagy T hőmérsékletet Celsius fokban mérjük, és egyenlő az A szor 10 a mínusz B szer kis T kennel, ahol kis T az idő, amit percben mérnek, A és B adott állandók. Ezeket kell meghatározni. Ehhez tudjuk, hogy kis t egyenlő nulla esetén 80 C fokos, 10 perc múlva pedig 50 C fokos a tea. Tehát a hőmérséklet függvényét ismerjük, és ismerünk két állapotot. Ebből a két ismeretlen biztos meghatározható, szóval kezdjük el felírni a két állapotra vonatkozó képleteket. Először azt adták meg, hogy kis t egyenlő nulla esetén 80 C fokos a tea, tehát a nagy T egyenlő 80-nal. Ezt a két adatot írjuk be az általános képletbe. O szól 10 a mínusz t szer nulladikon egyenlő 80-nal. Mivel a b szer nulla egyenlő nullával, és a 10 nulladik hatványa 1, ezért a bal oldalon lévő kifejezés egyenlő a-val, tehát a egyenlő 80-nal. Szerencsére az egyik ismeretlen gyorsan meglett, így nem kell egyenletrendszert megoldani. A másik adat az volt, hogy a kezdeti pillanat után 10 perccel 50 fokos a tea, tehát kis t egyenlő 10 el nagy t pedig egyenlő 50-nel. Ezt is írjuk be az általános képletbe. O szor 10 a mínusz b szer tizediken egyenlő 50-nel. Már O értéke ismert, így ezt behelyettesíthetjük. 80 szor 10 a mínusz b szer tizediken egyenlő 50-nel. Ezt az egyenletet kell megoldani bére. Azt akarom, hogy a bal oldalt csak a 10 hatványa álljon, szóval átosztok 80-nal. 10 a mínusz b 10 tizediken egyenlő 50 per 80-nal, azaz 58 nyolcaddal. Ezt a képletet rendezzük tovább. A két oldal logaritmusát kell venni, hogy a kitevőt vizsgálhassuk. A tízes hatványozási alap miatt 10-es alapú logaritmust vettünk a bal oldalon mínusz b szár áll, ez egyenlő logaritmus 5 Ebből b egyenlő mínusz 1 tizedszer logaritmus 58 tehát b egyenlő 204 10, Ebből a leckéből azt fontos megjegyezned, hogy hogyan kell a kitevőt visszaszámolni, és persze azt, hogy a szöveges feladatot hogy fordítod le képletekre. Szintén fontos, hogy az előkerülő logaritmus azonosságokat ismerd. Legalább jusson eszedbe, hogy vannak ilyen azonosságok, és kinézheted a pontos képletet a függvénytáblából. Köszönöm a figyelmedet! Remélem hasznos volt neked ez a videó. Hasonló videókért nézd még körül a csatornámon, és iratkozz fel, hogy ne maradj le az újabb videókról sem.